Szeretettel üdvözlök mindenkit, és hát sajnos egyedül vagyok, pedig a tervek szerint nem egyedül kéne lennem, hanem a Bátori Katival, de sajnos neki az egészségi állapota most így egy pár napja nem annyira jó, úgyhogy inkább kihagyja. És nagyon-nagyon lelkesen készített azért egy videót, de sajnos megpróbáltuk ezt a videót bejátszani, de nem működik rendesen. Úgyhogy majd esetleg megbeszéljük vele, hogy engedélyt ad-e arra, hogy ezt a videót valahogyan majd valahová föltegyük, és mégiscsak láthatóvá tegyük a gyakorlati részt. Ez, amit most én elmesélek, ez igazából a szem környékének egy ilyen elméleti átnézése, egy kicsit mélyebbre, mint amit mi látunk kozmetikusok. Megvizsgáljuk, hogy mi van ott a szemnek a bőre alatt, illetve magát, ezt a bőrt is egy picit részletesebben átnézegetjük. Ez lenne az én tervem, de szemkörnyéki rendellenességekkel most nem fogunk foglalkozni, tehát ilyen bőrgyógyászati dolgok nem lesznek most ebben az előadásban. Jó? És akkor be is húzom ide a PPT-met, el is indítom. Már is elindul szerintem. Most, nekem most elindult, remélem mindenki látja. Tehát a szemnek az anatómiájáról lesz itt most szó. Hát, hogyha a szemről van szó, akkor igazából ugye ilyen nagyon-nagyon sok alkatrészt kezdhetnék el most itt boncolgatni, de mivel ezt a kozmetikusok általában azért ugye egy szempilla szemüldök festés kapcsán tanulják, ezért ettől most megkímélném a hallgatóságot, úgyhogy nézzük egy kicsit kívülről, amit mi igazából látunk. Ugye itt látjuk a felső szemhéjat, látjuk az alsó szemhéjat, látjuk itt a könycsatornát, ugye annak a kis kijáratát, itt ugye a belső szemzugnak hívjuk ezt a belső részét, ugye látjuk itt az alsó szemhéjat, külső szemzugnak hívjuk ugye ezt a részt, tehát így nagyjából így első körben ennyi, amit mi így fel tudunk sorolni. Na nézzük, mi igazából először a szemhéjakat fogjuk megvizsgálni, hogy azoknak milyen speciális felépítése van. Ugye itt egy kicsit ilyen furán kinéző szemhéjat mutatnak, csak azért, hogy lássuk, hogy mégis mikből áll. A szemhéjnak ugye az elsődleges feladata az lesz, hogy védje a szemet, és hogy ugye a látás jól működjön, állandóan egy tiszta felület legyen a szemen. A szemhéjon belül vannak speciális mirigyek, amik előállítják ezt a bizonyos könyvfóliát, vagy könyvfilmet ide a szemre, ami egy táplálást, kenést, védelmet fog nyújtani itt a szemnek a felületének. Miben más a szempilla, mint egy rendes szőr? Hát például nincsen hajmerevítő sima izmocskája, tehát nincsen neki musculus arrector pilie, speciális mirigyei vannak, nem olyanok, mint amilyenek a rendes szőrtűszőknél, és a szemhéjnak speciális mirigyei vannak, aminek külön elnevezései vannak. Van a Zeiss mirigy, a Moll mirigy, illetve a Meibom mirigy, ez a három mirigy, amit a szemhéjnak a belső felületén található. Nézzük őket szépen sorba. Az első, ez a Zeiss mirigy. A szempillák mellett, ugyanúgy, mint ahogy minden szőrtűszőhöz tartozik, egy fagyúmirigy, egy ilyen fagyúmirigyek. Ők egy ilyen zsíranyagot termelnek, ez ugye részben a szempilláknak a kenését fogja biztosítani, másrésztről pedig egy ilyen lipid réteget fog készíteni ide a szemhéjnak a külső felszínére. Aztán vannak az úgynevezett molmirigyek, ezek szintén a szőrtűszőkhöz fognak kapcsolódni, a szempilla szőrtűszőkhöz. Ezek módosult apokrin verejtékmirigyek, tehát olyanok, mint a nagy verejtékmirigyek, ugye azok is a szőrtűszőhöz csatlakoznak. És a szempilláknak a tűszőibe fogják ők is ugye ugyanúgy üríteni a váladékukat, és szintén ők is zsíranyagot választanak ki, tehát ezek nem verejtéket fognak ide termelni, hanem ugyanúgy ezt a zsíranyagot termelik. Ezzel tulajdonképpen azt akadályozzák meg, hogy a könyv kicsorduljon a szemből, és ezáltal, hogy itt van ez a lipoid köpeny, ezáltal egyébként a mikroorganizmusoknak is egy picikét így nehezebb a bőrhöz hozzáférni, sőt,
egy lizozid enzim nevezetű anyagot is termelnek, vagy tartalmaz az ő váladékuk, aminek kifejezetten ilyen antiszeptikus hatása is van. Aztán vannak a harmadik mirigy fajta, amit megtalálható, ezek a Meibom mirigyek. Ezek látjuk, hogy nem a szőrtűszővel vannak kapcsolatban, hanem egy teljesen sajátságos helyük van nekik itt a szőrtűszők mellett, attól egy picikét beljebb találhatók. Ezek is ugyanúgy külső elválasztású mirigyek, látjuk, hogy a bőr felszínére nyílik a végkamrájuk, és holokrin a váladék termelési módjuk, ami egyébként a fagyú mirigyekre jellemző, és hasonló módon zsíranyagot is fognak kiválasztani. Fölül a felső szemhéjon van több, ott kb. 50 darab van, az alsó szemhéjon pedig egyébként itt az alsó képen látszik, hogy ott pedig csak 25 darab. A szemhéjnak a belső felszínére, tehát ők már nem csak ide erre a kis szemhéj teremre, hanem ők valóban a szemhéjnak a belső felszínére fogják létrehozni ezt a lipoid filmet, amit úgy hívnak idegen szóval, hogy Meibom. Tulajdonképpen ez az olajos anyag ugye a könyvfilmnek a védelmére lesz, és ezt fogja csapdába ejteni tulajdonképpen ezt a könnyet, hogy ugye ne párologjon el a felszínről. Hogyha ezek a Meibom mirigyek nem működnek jól, akkor van az, hogy valakinek száraz a szeme, és nagyon sokat kell pislognia, érzi, hogy úgy nehezen működik, és hogy olyan száraznak érzi a szemét, az nagyon sokszor ezeknek a Meibom mirigyeknek a rendellenességéből adódik, ami aztán szemhészéli gyulladást okozhat, úgynevezett blefaritis. Erről a könyvfilmről azért még egy picikét mesélnék, hogy ez mire jó. Egyrésztről ugye védeni fogja itt a szemet, csökkenteni fogja azt, hogy magára a szemre bármilyen mikroorganizmus rátapadjon, és ott elkezdjen esetleg valamit csinálni. Lemossa az idegen részecskéket, ugye akár a porszemcse, akár bármi, ami így bekerül a szembe, és tisztává, simává, átláthatóvá teszi a felszínt, hogyha ezt nem csinálnánk, ezt a pislogást is nem lenne ez a könyvfilm, akkor homályosan látnánk, mert egy idő után beopálosodna a látás. És három rétegből áll, ahogy látjuk is a képen, tehát van egy olajos rétege, ugye ez a legkülső rétege, ez a párolgás ellenvéd, ugye, hogy ez a könyvfilm ne olyan könnyen párologjon el. Alatta van ugye a könyvfilm, amit a könyvmirigyek termelnek, és folyamatosan a pislogással azt is így letornáztatja a szem. Illetve belül a szaruhártyának a külső felszínén van egy olyan réteg, ami ezt a vizet képes megkötni. Erre azért van szükség, hogy a könyv egyenletesen osztódjon el az egész szemhéjnak, vagy a szem felszínnek a felületén. Erre a könyvfilmre van egy vizsgálat is. Egy nátrium fluoreszein nevezetű anyagot cseppentenek ilyen szemcse formájába a szembe, és megvilágítják ilyen speciális fényen, és látjuk, hogy hát így fluoreszkál ebben a fényben. A szemek, nincsen más itt a vizsgálatnál, csak annyi, hogy a szemek nyitva kell tartani, és azt figyelik, hogy mikor szakad el ez a könyvfilm. Itt lehet látni egy ilyen kis fekete pöttyöt, ahol már látszik, hogy kezd szétbomlani ez a könyvfilm. Ez normál esetben 10 másodpercnél fog bekövetkezni. Annál, akinél száraz szemet állapítanak meg, annál pedig már kevesebb, mint 10 perc alatt ez bekövetkezik. Itt például látunk egy ilyen száraz szemes történetet. Itt azt látjuk, hogy már 4 másodpercnél felszakad neki ez a könyvfilm, és itt 5 másodpercnél már azt érzi, hogy úristen, neki most már pislognia kell, mert már egy ilyen diszkomfort érzete van, és itt már ebben, amikor felszakadt a könyvfilm, már nem védi annyira a baktériumok meg minden ellen, tehát igazából a 7. másodpercnél pedig bekövetkezik a pislogás. Egyébként egy átlagos pislogási sebesség az körülbelül 12-szer történik meg percenként, ami 5 másodpercenként az ideális, tehát nem szokta megvárni a természet meg a szemünk, hogy teljesen szétszakadjon ez a könyvfilm, tehát azért kicsit hamarabb szoktunk pislogni, hiába 10 másodpercet kibírnánk.
Ez csak egy ilyen kis érdekes dolog volt. Na nézzük tovább a mejbomb mirigyeket. A mejbomb mirigyek képalkotásához sokféle vizsgálati módszert kifejlesztettek, de látjuk, hogy olyan képfelvételeket tudnak csinálni, amikor annyiból áll csak a vizsgát, hogy kifordítják ezeket a szemhéjakat, és itt ezek a fehér csíkocskák, ezek tulajdonképpen a mejbomb mirigyeket mutatja, ahogy azok ott mennek a bőrben. Ennek a diszfunkcióját, ugye mondtuk, hogy szemszárasságot fog okozni. Itt látunk háromféle szemhéjat, amikor megnézték ezzel a vizsgálattal. Az első az egy teljesen normális, látjuk, hogy milyen szép hosszúak, ducik ezek a mirigyek, tehát tényleg elég sok váladékot termelnek. A második esetben látjuk, hogy olyan kis sorvadtak, rövidebbek, nem tudnak annyi zsíranyagot előállítani. És a harmadik eset az meg egy ilyen kis furán fejlődött melyből mirigyeket mutat. Nyilván ezekből is nehezebben fog tudni kiürülni, tehát egy száraz szemérzése lesz annak is, akinek ilyenje van. Egyébként itt fönt a felső képen látjuk azt, hogy itt a szemhéjnak, ezen a belső felszínén van ezeknek a melyből mirigyeknek a nyílása. Tehát például, amikor sminkelünk, és oda tesszük, ugye van, aki oda teszi erre a vízvonalra a sminkanyagot, akkor ezeket a melyből mirigyeket, szegényeket egy kicsit eltömítjük, tehát hogy azért hosszú távon sokszor ezt a fajta festési technikát nem biztos, hogy szeretni fogja a szemünk. Na nézzük egy kicsikét közelebbről, vagy alaposabban ezeket a szempillákat. Ugye ez egy anatómiai struktúra, a születésünkkor már jelen van, ugye fő feladata a védelem, elterelje a port, meg bármit, ami a szem felé közeledne, fölül körülbelül 100-150 darab van, 2-3 sorban helyezkednek el, alul pedig fele annyi, 50-75 körülbelül. Ezek végszőrök, tehát hosszabbak, durvábbak, pigmentáltabbak, mint a kis pihelanúvó szálak, amik ugye a szemhéjat vagy a bőr felszínét fedik. A hajhoz képest vastagabbak egyébként, kicsit nehezebben veszítik el a pigmenttartalmukat, mint a haj, tehát sokkal hosszabb ideig látjuk, hogy megvan az eredeti színük, lassabban nőnek, mint a haj. Az ő növekedési fázisuk, a szörváltási ciklusuk az 5 és 11 hónap között változik. Az anagén fázis, ugye ez a növekedési fázisa a szőröknek, ameddig nőnek, ez körülbelül 1-2 hónap. Nyilván akinek 1 hónapig nő, annak rövidebb szempillája fog nőni, akinek 2 hónapig nő, annak meg hosszabb szempillája fog nőni. A katagén fázis ez egy ilyen átmeneti fázis, amikor már huldogálnak ki a szempillák, elkezdenek leválni a szőrtűszőről és csúsznak fel a tűszőben. Ez körülbelül 15 napig tart. Ugye ilyenkor bármikor kicsúsztanhatnak, és a telogén fázis az pedig a nyugalmi fázisuk, amikor egyáltalán nem termelődik szempilla, ez 4 és 9 hónap között változik. Nyilvánvaló, akinek csak 4 hónapig pihennek a szőrtűszői, annak kicsit több van esetleg kinőve, akinek meg 9 hónap, annak meg jó hosszú ideig pihengetnek a szőrei. Nézzük, hogy milyen betegségek lehetnek a szempillákon, hiszen mi a szempillákon dolgozunk, tehát ez egy kozmetikus munkaterület, hogy azt úgy is mondhatnánk. Az első, ami talán egy nőnek, a lelkének szerintem a legrosszabb, az, hogyha hipotrihózisa van. Itt tulajdonképpen a szempilláknak csökken az anagén fázisa, tehát a növekedési fázisa rövidebb, akár még az egy hónapot se éri el, vagy nagyon-nagyon rövid ideig nő, és ezáltal nem nőnek túl hosszúra a szempillák. A másik az az ektópia cília, ez egy nagyon ritka betegség, csak igazából az érdekesség kedvéért mutatom meg. A felső szemhéjon egy másik szempillasor nő ki. Tehát mondom, nem egy gyakori elváltozásról van szó, de ilyet is láthatunk. Akkor van egy olyan betegség, aminek az a neve, hogy trihiázis. Itt azt látjuk, hogy a szempillák azok szépen befelé nőnek a szemnek a belseje felé, tehát rendesen a helyükről nőnek ki, csak éppen befelé állnak. Gyakrabban fordul elő egyébként az alsó szemhéjon, és még olyan is van, hogy három sorban helyezkednek el, és úgy nőnek befelé, ez a
pszichiázis, és a tetrapszichiázis az, amikor négy sorban nőnek, tehát ezek már nagyon-nagyon ritkán fordulnak elő, amikor egész sor szempillák nőnek a szemhéj felé, vagy a szem felé. Ezek nyilván kellemetlen, irritáló, és begyullad tőle a szem, tehát ezt orvosolni kell. Aztán létezik egy ilyen, a diszpszichiázis, amikor a szempillák azok nem csak a szőrtűszőben jelennek meg, hanem látjuk itt fönn, ezekben a mellybomb mirigyekben is szempillák nőnek, tehát ilyen rendellenesen, és a normál szempillasor mögött vannak, ugyanúgy szempilla irritációt fognak ezek is okozni. Aztán van egy ilyen, hogy alopécia adnáta, itt fejletlen szempillák nőnek, nem nőnek a teljes kapacitásig ezek a szempillák, és hát nagyon-nagyon kis picikék. Létezik egy ilyen, hogy alopécia areata. Ez egyébként egy haj rendellenességgel is társul, tehát időről időre a haj foltosan, foltokban kihullik. Igazából autoimmun betegségnek tekintik, de van, aki azt mondja, hogy gyulladás vagy nagy stressz hatására is kialakulhat. És sajnos előfordulhat, hogy a szemöldök és a szempillák területét is foltban érinti. Ilyenkor egyébként az történik, hogy egy rövid idő elteltével ezek a szőrök újra növekedésnek indulnak, és újra visszanőnek, ami többször sajnos előfordulhat. Aztán madarózisnak, vagy milfózisnak hívják azt, hogyha szempilla szemöldök hiány van, akkor hívják madarózisnak, hogyha csak szempilla hiány van, azt milfózisnak szokták nevezni. Ennek több oka lehet, hogy mitől nincsen valakinek szempillája. Ez lehet csak az egyik oldalon, lehet mindkét oldalon, lehet teljesen hiányos az egész sorban, lehet csak egy kis részen. Lehet olyan, hogy heges dolgok is kialakulnak, tehát hogy valamilyen sérülés miatt alakult ki ez a szempilla hiány, vagy lehet olyan is, hogy nem hegesedés miatt alakult ki. Hogyha nem történt károsodás a szőrtűszőnek a struktúrájában, akkor általában reverzibilis, tehát vissza fog nőni ez a szőr. Viszont, hogyha mélyebb gyulladás történt, vagy valamilyen fibrózis esetleg, akkor sajnos nagyobb valószínűséggel tartós lesz ez az elváltozás, tehát nem fognak nőni ott szempillák. Tehát ugye, mint említettem, csak a szempillák elvesztését azt mielfózisnak nevezik. Nézzük, milyen bőrbetegségek okozhatják ezt a mielfózist. Pszoriázisnál esetleg, ekcémánál, bármilyen fertőzésnél, például herpesz fertőzésnél, rozáceánál, ugye erről múltkor a Kállai Kriszti is mesélt, hogy a szemen is létezik rozácea, demodexaktikás problémáknál is előfordulhat. Trauma esetén ugye egy műtét, egy tetoválás is lehet esetleg annyira nagy gyulladással járó, vagy olyan mélyen bántja esetleg a szöveteket, hogy utána esetleg hegesen gyógyul, vagy egy sugárhatás, vagy ugye egy műszempilla, nem jól van föltéve, nagyon hosszú ideig ott irritálja, az is okozhat ilyet. Vagy pedig a gyógyszerek közül is van olyan, amitől kihullhat a szem. Az antidepresszánsok, a kemoterápiás gyógyszerek, akár kábítószer, de lehet hormonális, különösen a pajzsmirigynek a betegsége is. Aztán van ilyen rendellenesség is, amit úgy hívnak, hogy trihallomegália. Ez ilyen nagyon-nagyon-nagyon hosszú szempillák. Ők egyébként testvérek itt a képen, tehát náluk ez egy ilyen öröklött rendellenesség, egyébként ez ritka, hogy ilyen öröklött legyen valakinek. Lehet ez is anyagcsere vagy belső elvesztású mirigyek rendellenességei. Itt nyilvánvaló, hogy az anagén fázisa nő meg a szőrszáloknak, tehát hosszabb ideig nőnek, mint általában kellene, de előfordulhat az is, hogy kemoterápiás gyógyszereknek a mellékhatásaként jelentkezik. Aztán létezik egy ilyen rendellenesség, hogy trihotillománia. Vannak olyan betegek, akik a hajukat tépik, és amikor már esetleg ott megunták, vagy már nem arra áll a kezdjük, akkor van, hogy a szempillájukat is elkezdik tépegetni.
És mivel ezek epizódikusak, tehát néha csinálják, néha nem csinálják, ezért össze lehet téveszteni ezzel az alopécia areátával. Annyi a különbség közötte, hogy itt a szemhéjnak a szélén azért lehet látni különböző hosszúságú letört szőröket a szőrtűszőben, és látszik, hogy nem gyulladt, nincsen mögötte semmilyen bőrbetegség. Aztán létezik olyan, hogy cília inkarnáta, amikor a szempillák befúródnak a bőr alá, ugyanúgy, mint ahogy egy gyantázó területnél is szoktunk ilyeneket látni, tehát a szempilláknál is előfordulhat. A hosszú vastag szempillákat sok kultúrában ugye a szépség jelének tekintik, hát nem véletlen, hogy a mai világban is ezek a műszempillák olyan nagyon elterjedtek. Hát ugye először azzal próbálkoztak a hölgyek, hogy vastagabb, meg szebb legyen a szempillájuk, hogy egy réteg festéket még ráraktak. Ezt az eljárást ugye ma is sokan alkalmazzák még. Aztán ugye jöttek a műszempillák, hogy ugye tegyünk hozzá még extra szőrszálakat, mert hogy akkor ugye kicsit természetesebb hatása van. És most itt van a harmadik generációs történet, amikor olyan anyagokkal próbáljuk meg kezelni ezeket a szempillákat, amiktől az eredeti szőrök válnak erősebbekké, hosszabbakká, megnő az anagénfázisuk ezeknek a szőröknek, tehát megpróbálunk ebbe a folyamatba beleavatkozni. Létezik egy olyan anyag, amit úgy hívnak, hogy bimatoproszt. Ez egy szintetikus prostaglandin analóg. Ezt elsősorban a zöldhályognak, a glaukómának a kezelésére találták ki, vagy fejlesztették ki. És észrevették, hogy mellékhatásként, egyébként sok más mellékhatáson kívül azért azt hozzátenném, hogy megjelentek ilyen vastagabb, erősebb szempillák. Úgyhogy tulajdonképpen most már szempilla növesztők be is beleteszik, de azért azt elárulnám, hogy ennek a bimatoprosztos szemcsepnek, amit használtak erre a zöldhályogra, azért voltak olyan mellékhatásai is, hogy a szem körüli zsír megfogyatkozott, tehát beesettebb lett a szem, illetve még egy ilyen hiperpigmentált karika is alakult ki a szem körül, tehát ilyen nagy mennyiségben azért ezt az anyagot nem annyira javasolják ide a szem környékére. És hát ezért nagyon sokféle szabadalmazott peptid, természetes kivonatok, vitaminok jelentek meg, de hát ezekről orvosi, most nem tudok visszamenni, de visszatudok, erről azért orvosi feljegyzések nincsenek, hogy ezek hogyan működnek, meg hogy mennyire működnek, de hogy most már látjuk mindenféle ilyen lass elnevezéssel, most már másféle anyagok is léteznek, amik ezt a célt próbálják meg elérni. És hát akinek tényleg már végképp nincsenek ott szőrtűszői, amit lehetne serkenteni növekedésre, létezik egy ilyen már, hogy szempilla transzplantáció, itt a saját hajat ültetik be szempillaként. Hát nyilván azoknak a növekedési fázisa és egyebek, azok ugyanolyanok maradnak, mint amilyen hajé volt eredetileg. Tehát az ilyen szempillákat ugye formázni kell, és hát vágni, mert hát különben ugye hajként nőnek ki, szóval azért kell vele foglalkozni rendszeresen. Na nézzük akkor a szemkörnyéket tovább. A szemkörnyék bőrét vizsgáljuk meg, és nézzük meg, hogy mi van alatta. A szemhéj bőrének a sajátossága az, hogy nagyon-nagyon vékony. A legvékonyabb az egész testünkön, és hogyha az alsó-felsőt megvizsgáljuk, akkor a felső a legeslegvékonyabb. Tulajdonképpen maga az írha is, tehát nem csak a hám vékonyabb, hanem az írha is. Gyengébb a rostrendszere, kevés a szubkután zsír, sőt, az európai embereknél, mi a kaukázusi raszba tartozunk, nálunk szinte egyáltalán nincs is zsírszövet itt a bőr alatt. Nagyon nyúlékony egyébként ez a bőr, tehát hogyha így próbáltuk már kihúzni, akkor érezzük, hogy jobban ki tudjuk húzni, mint bárhol máshol az arcunkon. Idősebb korban pedig extrém módon ugye meg tud ereszkedni, ezt hívják ptózisnak vagy szemhéj süllyedésnek. A szemhéjnak a fagyúmirigye jó, és ugye itt most nem a szemnek a felszínén, hanem magán a tetején, ezekre a kis velluszokra gondolunk, ezekre a kis pici pihes szőrökre. Ezek ugyanúgy tartalmaznak egyébként fagyúmirigyeket, de jóval kisebbeket, mint amiket egy szeborás testrészen mondjuk.
és az úrtól, ahogy megyünk a halánték felé, egyre inkább csökken a mennyiségük, tehát ezért is van az, hogy, hogy az alsó szemhéj az, ami leghamarabb zsírhiányossá válik, amit a legszárazabbnak fogunk majd érezni. Nézzük azt, most menjünk be egy picit a bőr alá, hogy ott mit találunk. Szerintem a tanulmányaiból mindenki emlékszik rá, hogy a musculus orbicularis oculi, az ugye szem körkörös izma, ez ugye koncentrikusan helyezkedik el a szem körül, ez egy tulajdonképpen egy ilyen vékony izom lemez, azt is lehetne mondani. A szemhéjakat is, és a szem körüli úgynevezett periorbitális régiót fogja takarni. Elsődleges feladata az lesz, hogy a szemet be tudjuk csukni, ki tudjuk nyitni, tehát ennek a szabályozásában lesz szerepe. Ahogy ugye pislogunk, közben a könyvnek a továbbítását is végezzük, tehát a könyvszivattyú működésében ugyanaz az izom fogja, ugyanaz az ideg fogja mozgatni a beidegzését, ugyanaz végzi, ami az arcnak az összes többi izmát, tehát a musculus, vagy a nervus facialis, kicsit félrebeszéltem, és bár vázizomról van szó, mégis reflexes kontroll alatt is áll, tehát van, hogy ha jön valami közel a szemünk felé, akkor önkéntelenül is becsukjuk. Tehát ugye mondtuk, hogy ez az izom, ez közvetlenül a bőr alatt fekszik, tehát minimális nagyon-nagyon zsír fölötte. Három részre osztják szét. Van egy orbitális része, van egy palpebrális része, és ezt a palpebrális részt látjuk, hogy egy preszeptális és egy pretarzális részre is szétosztja még a orvostudomány. A preszeptál az egy felszínesebb, főként itt a szem környékén, ez alatt majd lesz egy ilyen kötőszövetes lemez, annak a lemeznek a tetején helyezkedik el, azt fedi. Ez a pretarzális rész, ez pedig magán a szemhéjon található, a szemhéjnak a mozgatásáért lesz felelős, meg ugye a könyv továbbításáért. Nézzük a szemöldök régiót. Tehát egy picikét azért a szemnél, a szem környékéhez én úgy érzem, hogy a szemöldök is abszolút hozzá tartozik, úgyhogy megvizsgáljuk ezt is mindig. Itt van ugye a musculus procerus nevezető izom. Ez lesz az az izom, ami a szemöldök közöket fogja lenyomni, és ilyen vízszintes ráncokat tud itt okozni a szemöldökök között, sőt azt is mondanám, hogy két szem között. Aztán van a musculus corrugator supercili, ugye ő lesz a szemöldök redőző izomnak is szoktuk hívni, ez lesz, amivel össze tudjuk húzni a szemöldököket a glabella, ugye ez a középső bőrrész felé, és ez fogja függőleges barázdákat okozni majd itt a két szemöldök között. És van egy úgynevezett musculus depressor cili, ez pedig van olyan irodalom, ami nem tárgyalja külön, van olyan, ami pedig azt mondja, hogy innen a szemkörkörös izmából leágazik, és feljön ide a szemöldöknek az elejéhez ez az izom, tehát külön izomnak tekintik, ez a homloknak a középső régióját fogja mozgatni. Tulajdonképpen, amikor erőteljesen lezárjuk ezeket, akkor van az, hogy nagyon erőteljesen összecsukjuk a szemünket. De vizuális koncentráció során, amikor számítógéppel dolgozunk, vagy nézzük a telefonunkat nagyon sokat, akkor sajnos ezeket az izmokat összehúzva kicsit jobban tónusban tartjuk, mint egyébként, és viszont ezeket ráncokat okozhatja. Idővel pedig még ugye a gravitáció is rásegít egy kicsit ezeknek az izmoknak a hatására. Na nézzük egy picikét. Egy olyan izmot, amit még biztosan nem hallottatok, ugyanis itt a szem mozgató izmokon kívül van itt a szem fölött egy speciális izom, ezt hívják musculus levator palpebris superiorisnak. Ez magyarul ez a felső szemhéj emelő izom. Tehát ez lesz az, amivel igazából kinyitjuk a szemünket. Látjuk itt a képen is, hogy itt a szemhéjat ezt tudja fölemelni. Tehát ez lesz az ő funkciója, és a felső szemhéjnak a redőjét ő fogja okozni azzal a kis lemezkével,
amivel majd ő össze fog itt találkozni, ezzel a bizonyos levátor aponeurózisszal. Mindjárt majd erről mutatok még diát, itt is van. Hát itt látjuk az izmot, ahogy jön az izom, és itt van ez a levátor aponeurózis, amivel majd itt ő találkozni fog. Tehát magán a szemhéjnak a nagy részén nem az izom van, hanem ez a kötőszövetes lemez. Na nézzük egy picikét ezt a lemezkét, ezt a levátor aponeuróziszt, vagy emelő ín. Tehát ez a felső szemhéj redőjének a kialakításában van jelentős szerepe, tehát ott lesz, ahol nyílik a szem, ahol az aláncocska megjelenik. Na nézzük, hogy mi van az izom alatt. Ugye itt látjuk, nagyon szépen van szétszedve ezen a rajzon a bőr, tehát itt látjuk, ugye megbeszéltük a bőrről, beszéltünk egy kicsit, itt voltak az izmok, és nézzük meg most, hogy mi van alatta. Vannak itt a szemhéjnak a szélénél, ezek az úgynevezett tarzalemezek, ezek közvetlenül a szemhéjnek a fedele alatt található, tehát közel vannak itt a szemhéjnak a nyílásához. Egy erősebb, ilyen tömötrostos kötőszövetből van, ebben sokkal több a kollagénrost, mint a többi szövetben, főleg azért, hogy ennek legyen egy ilyen tartó funkciója, egy ilyen vázat ad oda. Alul is, felül is van, tehát ugye ez mind a két oldalon van, és a szemhéj szélét fogja támasztani. Ezekből a tarzalemezekből fölfelé, ahogy megyünk tovább, ott lesznek ezek a bizonyos orbitális szeptumok, ami szintén szilárdítja, támasztja itt a szöveteket, és főként majd az alatta lévő zsírszövetnek a megtartásában lesz nekünk szerepe. Tehát az életkorral sajnos csökken ennek a szilárdsága és tartóképessége, és ezért is lesz az, hogy meg tud ereszkedni a felső, vagy akár itt az alsó szemhéjnál is, amikor kicsit táskásabbá válik már a szem, akkor az ennek a következménye. Na nézzük meg, hogy akkor ez a zsír, ha már itt emlegettük, akkor ez hogy is van, meg mint is van itt a szem környékén. Ugye tanultuk annak idején az iskolában, hogy van itt egy ilyen szemgödör, de ez tulajdonképpen több csontnak a csont által határolt üreg, ugye itt a homlokcsont, itt látjuk a járomcsontot, itt a felső állcsontot, a maxillát, itt belül pedig látjuk ugye a könycsontot, a rostacsontot, és ott hátul pedig az égcsontot. Tehát ez az üreg lesz tulajdonképpen a szemüreg. De ebbe a szemgolyó, az ahhoz, hogy egy kipárnázott puha helyen legyen, ahhoz körbe van véve zsírokkal. Tehát egy védőpárnát fognak képezni, amelyen belül a szemgolyó tud ide-oda mozogni. A felső szemhéjnál kettő ilyen zsírpad van, vagy fettpad van. A felső, amit itt látunk, ezt hívják úgy is, hogy centrál fettpad, de hívják úgy is, hogy preaponeurotik fettpad. Illetve van itt az orrnál egy másik lebeny, azt nazál fettpadnek hívják, tehát ez az orrhoz közeleső zsírpad. Alul pedig három ilyen zsírpadocska van. Van egy hátsó, laterálisnak is szokták hívni, vagy temporálisnak, ez ugyanaz, vagy centrális, megint csak, ami ugye középen van, illetve van a nazál fettpad, ami az orrhoz közelebbi része. Tehát az oldalsó képen, hogyha megnézzük, ugye itt most oldalról van elvágva a szem, és akkor látjuk, hogy ez a felső lesz a preaponeurotik fettpad, és itt alul pedig ez lesz majd a három zsírpad, de csak centrális zsírpadnak, vagy bocsánat, orbitális fettpadnek, vagy orbitális fettnek szokták hívni összefoglaló néven ezt a három zsírpárnácskát, ami itt van. Aztán látjuk, hogy a szemöldöknél is van olyan zsír, ami már nem ehhez tartozik, hanem már a csonton kívül helyezkedik el, ezt a subrof fettpadnek, vagy rofnak is hívják, és látjuk, hogy itt a szem alatt is, még az izom alatt található egy suborbitális oculi fett, úgynevezett SOOF, ami szintén már itt a csonton kívül, tehát hogy nem az üregen belül helyezkedik el, hanem az üregen kívül. Na nézzük egy picikét a felső szemhéjat, hogy miért is más a különböző embereknél.
Tehát ugye ezt beszéltük, hogy a felső szemhéj redőjének a kialakításában szerepe van annak, hogy ez a levátor aponeurózis, tehát ez az emelő ín, ez hol találkozik az izommal, és hogy honnan húzódik ez föl. Egy normál szemhéjnál azt látjuk, hogy a bőrhöz való kapcsolódása és a zsírpad között azt látjuk, hogy viszonylag magasan van, de azért egy picike kis zsír azért kijön kijebb, mint ahol van az üregnek a legkülső széle. Tehát egy icipicikét kiengedi. A mélyen nyíló szemnél, tehát amikor nagyon-nagyon végig kíséri a szemhéj a szemgolyót, akkor látjuk, hogy ez a kapcsolódási pont ez azért magasabban van, és sokkal jobban hátsó helyzetbe tolja föl ezt a zsírt, ezt a preaponeurotik fettpedet, és ezáltal ez a magas felső fedélránc. Ilyenkor viszont a felette lévő lágyrész, tehát ami itt a szemöldöknél van, ez viszont jobban meg tud ereszkedni, tehát ez a ptózis, ez egy kicsit kifejezettebb tud lenni. Aztán van a táskás szemhéj, amikor azt látjuk, hogy szinte alig látunk itt ráncot a szemhéjon. Az öregedő szemhéj egy kicsit már ilyen, ilyenkor gyengül ez a szeptum, ami itt van a zsírlebeny fölött, és szinte lehetővé teszi, hogy ez a zsíranyagok előre türemkedjenek, és szinte lecsúszik ez a zsírlebeny ezen az emelő innen, és előre bukik onnan a csontos részek közül. És hát ettől lesz ilyen puffadtabb a szemhéj. Az ázsiaiaknak egyébként a szemhéj az nagyon hasonlít egy ilyen szemhéjhoz, tehát a fiatalos ázsiai szemhéj is így néz ki, anatómiailag nagyon hasonló. Tehát alacsonyabban van ennek az emelőinnek a tapadási zónája. Ezért ilyen püffettebb egy picikét náluk az a felső szemhéj. És hogyha megnézzük itt, akkor látjuk, egyébként az ázsiaiaknak körülbelül az 50%-ánál nincs is gyűrődés a felső szemhéjon, tehát olyan egybe szemhéjuk van, és hogyha van is ránc, itt az alsó képeken látjuk, akkor az jellemzően alacsonyabban van, illetve lehet folyamatos ez a ránc, lehet csak rövidebb, tehát hiányos vagy többszörös ránc is. Amiben még különböznek, tehát egyrészt ugye a zsírszövet elhelyezkedését azt már említettük, egy enyhe ptózis ugye gyakran jellemző az ázsiai szemhéjra, és ami speciálisan csak náluk van, ez az epikantális redő, ez egy ilyen kis félbolt alakú kis bőrcsap, vagy egy ilyen kis bőr részlet. Ezáltal az összes dolog miatt kisebb lesz nekik a szemrésük, tehát kisebb lukon látnak ki, és ezért is mondjuk rá, hogy vágott szeműek, vagy hasított szeműek. Nézzük az alsó szemhéjat. Az alsó szemhéjnál ugye itt már beszéltük ezt az orbitális zsírt, illetve ugye beszéltünk a szuborbikuláris okuli fetről, ezentúl már csak SOF-nak fogom hívni. Jó? Itt azt látjuk ezen az ábrán, hogy van itt egy kis problémám, hogy én nem látom olyan jól, úgyhogy próbálom itt eltüntetni. Hát megvan, áttettem a másik oldalra. Tehát, hogyha megnézzük, akkor itt látjuk ezt az orbitális zsírt, ami itt most ez egy olyan szemhéjat mutat, amikor már így megereskedik egy kicsit táskásabb, itt az orbitális fetet látjuk, itt látjuk ezt a bizonyos sofot. Látjuk azt, hogy van alatta is azért zsír, olyan, ami az izmon kívül helyezkedik el, ez már egyébként lenyúlik az egész arcra, egy hatalmas nagy zsírpad, egy zsírpárna, majd ezt mindjárt megmutatom, ez a malár fettpad, ez egész idáig följön. Illetve egy nagyon-nagyon picike itt az alsó szemhéjon azért van, ami tulajdonképpen a bőrhöz tartozik, ez egy ilyen felszínes zsír, egy szuperficiális zsír. Egyébként az arcunknak több zsírrekesze létezik, most már nagyon szépen feltérképezték, vannak, amik felszínesen helyezkednek el, és vannak, amik pedig ilyen mélyebben helyezkednek el, tehát most már ezt nagyon jól látják, illetve a változásaikat is az életkorral. Most abban nem megyek bele nagyon, hanem inkább csak itt a szem környékén. A zsírlebenyeknek van egy tartó szerkezete, ezt úgy hívják, hogy face ligament, az arcnak a tartó szalagjai.
Itt láthatjuk ezeket a tartószalagokat, és hát tulajdonképpen ezek nem folyamatos szalagok, hanem csak helyenként van rögzítve az arc ezekkel a szalagokkal. Van olyan, ahol folyamatos egyébként, majd fogom mutatni, pont a szemkörnyékén egy ilyen folyamatos ligament van. Ezeknek egyébként jellegzetes anatómiai helyük van, tehát ezek nem oda fejlődnek, ahova akarnak, hanem nagyjából minden embernél hasonló helyen van. Normál helyzetükben, tehát amikor fiatalok vagyunk, akkor az a lényeg ennek, hogy támogatja az arcnak a lágy szöveteit, hogy ne lógjon le, hanem szépen tartsa az egész arcot. Egy ilyen ligamentet, hogyha megnézünk, akkor ez úgy néz ki, mint egy ilyen fa, és egészen a csontnak a periférián lévő csonthártyából indulnak ki, és mind az öt rétegen, amin keresztül mennek, mind az öt réteget megtartják, de ugye legfölül azért a bőrhöz fog hozzárőzülni, tehát a bőrt tartja alapvetően. Például itt láthatunk egy olyan képet, amikor ugye még fiatal valaki, és ezek a fészligamentek szépen tartják az arcát, a bőrét, meg feszes maga a kötőszövete is, tehát maga a bőr is, akkor még jó állapotban van. Viszont amikor ezek a tartószalagok egy picit megnyúlnak, a bőr meg még jobban megnyúlik, tehát tartószalagok nélkül ugye már ki tudja, hol járna, és próbálják a tartószalagok visszatartani, de viszont hát sajnos így kibudjan a tartószalagokon kívülre, akkor látjuk azt, hogy itt az arc mentén is egy kicsit ilyen fodrosabb lesz az arcszél. Na nézzük a szemkörnyékén mi a helyzet. A szemkörnyékén ezeket a tartószalagokat orbikuláris retaining ligamentnek, vagy körkörös tartószalagnak hívják, ami közvetlen a szem közelében van, itt látjuk. Többféle néven is szokták emlegetni, itt látjátok két különböző elnevezéssel. Ez nem egy pontban tart, hanem ez tulajdonképpen egy ilyen nagyobb tartószalag, egy ilyen fibroelasztikus lemezeknek a többrétegű hálóját képezi. És a másik, ami még itt a szemkörnyéki bőrnek a területéhez hozzátartozik, ez az úgynevezett zigomátik ligament, ez a járomcsonti tartószalag. Ez már látjuk, hogy lejjebb van, egészen tényleg itt a járomcsontnak a peremére fog fölfutni. Na most, amikor a ráncokat látjuk a szem környékén, akkor tulajdonképpen ennek a kettő tartószalagnak látjuk a tartó hatását, és ezen kívül pedig budjan ki az alatta lévő zsírszövet, meg a bőr, ahogy megereszkedik, úgy fog tudni kibontjadni. Tehát az öregedés során változik a morfológiája, egyébként egy picikét meg is ereszkedik ez is, és a zsíreloszlás is. Itt azt látjuk, ugye nagyon jól itt oldalról, hogy az öregedés során itt szépen ez az orbitális zsír, amit a szem környékén van, ez szépen kibudjan, és ugye ez a tartószalag, ez pedig engedi neki, hogy kibudjanjon, tehát azt látjuk ugye itt a képen is ezt a kis budjanást. Ennek egyébként, ennek az orbikuláris, a szem környékén lévő tartószalagnak van egy első szakasza, amit könyvájúnak is szoktak nevezni, úgyhogy van olyan irodalom, ami ezt így egyben szokta emlegetni, tehát könyvájú orbikuláris visszatartó ínszalagnak, és viszont a könyvájú kifejezést azt nagyon sokan használják. Ezt hívják itt könyvájúnak, ami itt van a szemnek az elején, és tulajdonképpen az az eredete ennek, hogy ugye ez a szalag hogyan viselkedik, vagy hogy működik. Amikor ez a könyvájú itt deformálódik, az tulajdonképpen azoknál az embereknél fordul elő, akik már egy kicsit idősebbek, egy kicsit megereszkednek a szövetek, és ezek a tartószalagok is egy picikét így leengednek,
És amikor egy ilyen embernél csinálnak plasztikai műtéteket, akkor szoktak ezzel a tartószalaggal is egy picikét foglalkozni, hogy ugye nem csak a zsírt kell innen eltávolítani, hanem a tartószalagot is kell figyelni. Ugyanis ez a barázda, ez ahogy megereszkedik a bőr, ez tovább megy, ezt hívják egyébként nazojugális barázdának, és egyre mélyebbé válik. Tehát látható, ugye ezt hívják könyvájú deformitásnak, ezeket a kis piros pöttyökkel jelölt részt, amikor itt lesz látjuk, és a palpebromális barázdának hívják azt, amikor ez nem csak lefelé hosszabbodik meg, hanem ugye amikor ez az orbikuláris tartószalag ide fölfelé húzza egy kicsikét a bőrt, akkor abból lesz egy ilyen palpebromális barázda vagy ránc. És itt pedig a kettő. E fölött is, meg ez alatt is szépen kibudgyadozik a bőr. Azt látjuk. Egyébként ennek a könyvájúnak meg szokták különböztetni a mélyülését, vagy szoktak ilyen fokozatokat tenni benne. Ugye itt az elsőnél azt látjuk, hogy itt még kisméretű a könyvájúnak a mélyülése, a másodiknál már kiterjedtebb, és a harmadiknál meg már teljes, és itt szinte végig látjuk ezt az orbikuláris tartószalagot. Az arcnak a zsírpárnái egyébként ugye egy kicsit vándorolnak, tehát az életkor előre haladtával. Ez a bizonyos malár fetped, amit ott megemlítettem, hogy ott a szem környékéig egészen följött, ott még ezt nézegettük. Fiatal arcon ez egész magasan ül, egy ilyen kerek arcot fog biztosítani. Az öregedő arcon viszont csökken a zsírnak a mennyisége is benne, és lefelé csúszik, és a szemgolyó egy kicsit kiemelkedőbb lesz tőle, tehát itt alul is egy kicsit jobban a szemgolyó látszik, és el fogja mélyíteni ezt a nazolabiális redőt is, ami egyébként itt az orrajak barázdánk. A könyvmirigyről csak azért beszélnék egy gondolatot még, egyrészt mert a szemről van szó, másrészt pedig, hogy a könyvvájúval ne tévesszük össze, meg ugye a könyvcsatorna az nem könyvvájú. Ugyanis itt ugye a könyvmirigy az itt található, tulajdonképpen a homlokcsont alatt, ott bent a belső pereme alatt található ez a könyvmirigy. Látjuk, hogy ugye ahogy kiválasztja ezeken a kiválasztó csatornákon keresztül a könyvet, a könnyet, az ugye ott a szemnek a felületére rá tud ugye kerülni, a könyvfilmnek a vizes rétegét fogja képezni. A kiválasztó funkciója akkor fokozódik, hogyha reflexes úton ez megindul, illetve magára a pislogásra is, illetve ugye érzelmi ingerek hatására is fokozódik. Bleharoplasztikának, vagy szemhéjplasztikának, vagy blefaroplasztikának is nevezik, amikor a szemhéjakat egy picikét megpróbálják módosítani, vagy átalakítani. A felső szemhéjnál többféle technika van egyébként, itt csak nagyjából elmondom, hogy mi történhet. De ugye ezt nyilván az orvos elmesél, hogy mit fog majd csinálni. Tehát ugye kiszednek egy valamennyi bőrt. Kiszednek valamennyi zsírt is általában itt a szemhéjból, illetve ezeket a kis tartószalagokat, amik itt találhatók, ezeket egy picit összevarják, megrövidítik, és azzal lehet a felső szemhéjat egy picit fiatalosabbá varázsolni. Az alsó szemhéjnál, ott pedig ugye itt látjuk, hogy miből indulunk ki. Ugye kivesznek ebből a zsíranyagból is, és itt is ezeket a tartószalagokat egy picit visszarendezik az eredeti állapotba, és úgy lehet az alsó táskákon javítani szemhéjplasztikával. Tehát még egy ilyen érdekes betegség, ami ezeknek a szemhéjaknak a alakváltozásával függ össze, ez a floppy eyelid szindróma. Amikor ez az orbikuláris izomnak, meg a szemhéj elasztin mennyiségének egyaránt betudható ez a betegség, tehát itt mind a kettő ludas a dologban. Annyit látunk, hogy egy kis ptózis van itt, tehát egy kicsit lóg a felső meg az alsó szemhéja. Viszont amikor fölhúzza, akkor az az oldalon, ahol ez a betegsége van, vagy rendellenessége, ott magasabbra fölmegy, tehát sokkal nyújthatóbbá válik a szemhéj, és főleg azt mondják, hogy ez azon az oldalon van, amelyik oldalon alszik. Miért, ezt nem tudom megmagyarázni.
és egyébként vörös, irritált a szemük, jobban váladékozik, tehát azért ezek kellemetlenségekkel is járnak, hát nem beszélve ugye erről a lógásról, csak hogy létezik ilyen betegség, ugye itt a szem környékén, hogyha dolgozunk és ilyet látunk, akkor legalább hallottunk róla. Jó, még visszatérve itt a szem öregedésére, hogy itt a koponyacsontok is változnak az idővel, és sajnos ezeknek a változása sem kedvező a megjelenés szempontjából, rontja a szemkörnyék állapotát, ugyanis a szemkörnyék megereszkedésének az is egy kis, nem kis oka, hogy a csontszövetnek a szerkezete, hogy változik, sokkal nagyobb lesz ez a nyílás, amit a csontok alkotnak, tehát ez a szemgödör, és hát nyilvánvaló, hogy az eredeti zsírmennyiség, vagy a még megcsökkent, kicsúszott zsírmennyiség egy kicsit még nehezebben tudott a helyén maradni. Tehát látványosan növekszik a szemüregnek az átmérője. Na, egy nagyon picit a szemöldökökről is mesélnék, tehát maga a szemöldök szőr, az ugye minden egyénnek egyedi formája van, mérete, szőrnövési iránya, tehát ezt ugye festünk éjjel-nappal szemöldököket, úgyhogy tapasztaljuk. A nőké ívesebb, mint a férfiaké, tehát ezt azért így még az orvosok is leírták. Háromféle szőr van benne. Van bennük egy ilyen nagyon kis pihe, finom kis vellusz. Ez igazából nedvzáró rétegként van, hogyha verejtékezünk, a ne folyjon a szembe a verejték. Vannak kissé nagyobb, enyhébben pigmentált szálak, tehát ezek főként itt a szélén szoktuk látni, hogy azért látszik, hogy ott van, de olyan, nem olyan erősek. És vannak a nagyon erős terminális szőrök, ezek a legerősebbek. Ez adja igazából a színét, meg a formáját a szemöldöknek. A szőrtűszőjük ezeknek a szemöldöknek gazdagabb fagyúmirigyben, meg ideghálózatban is, hogy érzékeljék, ha jön valami a szem közelébe. És lehet látni, hogy itt a glabellán, meg a szemöldök fölött több a fagyúmirigy, vagy több a fagyúműködés, mint az arcnak, a homloknak a felsőbb régióiban. Ez megint csak azért, hogy kivezesse a verejtéket az arcnak az oldalára. Ugye beszéltünk róla, hogy zsírpárnák vannak itt a szemöldök környékén is, és hát a szemnek az esztétikájában, az arc felső részének az esztétikájában nagyon-nagyon sokat számít az, hogy a szemöldökök is jó helyen legyenek, meg jó állapotban legyenek, és ez is érzékeny az időjárásra, az életkor előre haladtára. Többféle vizsgálattal nézegették, egyébként nagyon sokféle vizsgálati módszert tudnak már alkalmazni, és ezeket a képeket, amiket itt mutatni fogok, ezeket CT-vel és ilyen 3D-s rekonstrukciós szoftverrel rakták össze. Egyébként több embert vizsgáltak, mint ahány emberről, itt most két emberről fogtok képet látni. Ez itt egy 20 év körüli hölgynek a szemöldöke, és egyértelműen kimutatták azt, hogy a fiatalabbaknál a zsírszövet itt a szemöldök körüli területen az viszonylag kevés. Tehát csupán az összes szövetnek a 18%-át fogja kitenni ez a szemöldök zsír. A szemöldöknek a teltségének a többi részét, azt inkább az izom és a lágy részek, amik kitöltik. És most kapaszkodjon meg mindenki. Az idősebbeknél, tehát ez itt a 76 éves hölgynél, a szemöldök zsírpárnájánál sokkal nagyobb mennyiség van, mint a fiatalnál volt. Itt a szemöldök térfogatnak a 81%-át a zsír összetevő fogja kitölteni. Ugye mindig azt mondjuk, hogy itt sorvad, ott sorvad, amott sorvad, de valahogy érdekes módon itt a szemöldöknél, lehet, hogy a védő funkció miatt, hogy ugye jobban tudja védeni a szemet, emiatt itt nagyon nagy mennyiségben lesz ugye a zsírszövet, és ugye ennyivel kevesebb lesz az izomszövet, meg a többi lágy rész, tehát akár a lazarostos kötőszövetnek a mennyisége is.
Egy nagyon pici gondolat a szemedbe hálózó erek rendszeréről. Ugye elég gazdagon hálózzák be a szemet az erek, itt lehet látni, hogy ezek hogy mennek. Ugye sokszor van, hogy fölhúzzuk a szemhéjat, és kicsit áttetszőbb a bőr, akkor ott már rögtön látszanak ezek a kis erecskék. Két fő forrásból érkezik egyébként, az egyik a belső karotisz, vagy belső nyaki artéria, a másik pedig a külső karotisz. Tehát tulajdonképpen több helyről is van vérellátás, és nyilván ugye át az elszállítás is. Jó, a szemkörnyék bőrszíne miért változik? Ezt nézzük még meg. Ugye itt látunk különböző féle szemkörnyékeket, de mindegyik egy picikét azért olyan furcsa színű, más színű, mint a bőrnek a többi területe. Hát ennek nagyon sokféle neve lehet. Lehet periorbitális, hiperpigmentáció, lehet dark circles, lehet periokullár hiperpigmentation, lehet periorbitál melanózis, infraorbitál darkening, vagy csak egyszerűen sötét karikák. Tehát nagyon sokféle néven említi őket az irodalom. Mik a jellemzői ennek a karikás szemnek? Szimmetrikus elhelyezésű az azért jellemző rá, és itt most teljesen kizárom azt az eshetőséget, hogyha valakinek azért sötétebb a szeme, mert mondjuk behúztak neki egyet, tehát ezt most eltekintek ilyennel, azért remélhetőleg ritkán találkozunk a kozmetikában. Kerek vagy félkör alakú, pigmentált makula, tehát valamilyen pigmentanyagtól úgy tűnik, hogy sötétebbök. A nőknél egy kicsit gyakrabban fordul elő, mint a férfiaknál, és nem feltétlenül kell hozzá idősnek lenni, hogy legyen valakinek ilyen karikája, gyerekkortól akár megjelenhet, de sajnos idővel egyre rosszabbá válik. Néha egyénen belül is lehet látni, hogy a nap végére másokkal karikásabb, másokkal sötétebben pigmentált a bőr, és hát nagyon-nagyon befolyásolhatja a vendégeinknek az életminőségét az, hogyha ha karikás a szemünk, tehát nem szeretik ezt. Tehát ki szereti? Nagyon sok oka lehet egyébként ennek. Az első oka az lehet a genetikai vagy etnikai hovatartozás. Azoknak, akiknek eleve a bőrében több a melanin, azoknak túlzottabb a pigmentációja a szem környékén is. Ha valaki hajlamosabb arra, hogy tágultabb, vastagabb legyenek az erek itt a szem környékén, az megint erre ad okot, hogy karikásabb legyen a szeme. Ha nagyon vékony a bőre a szeme alatt, az megint jobban karikásnak fog tűnni. Aztán, hogyha valakinek valamilyen atópiás vagy kontaktdermatitisze van a szem környékén, ott megint karikásnak tűnhet. Vagy akár ezek is gyulladások, egy gyulladás után sokszor kialakulhat hiperpigmentáció, mert hogy a gyulladás során szabadulnak fel olyan anyagok, amik a melanin termelésre hatással vannak. Aztán lehet attól, hogy valakinek itt a szem környékén van egy ödéma. Lehet attól, hogyha valaki vérszegény. Lehet attól, hogy laza a bőr, és egy picit úgy árnyékolódik, és inkább csak az árnyék miatt tűnik úgy, hogy ott karikás. Lehet ugye az öregedéssel járó könyvájú megjelenése, ugye, amit beszéltünk, vagy mutattam már. Aztán lehet a stressztől, kialvatlanságtól, ezt szerintem mindenki tapasztalta már, hogy intenzívebben látszik. De terhesség, pubertás, klimax, hormonális változásainál is. Menstruációkor is esetleg lehet, főleg, hogyha rendszerte nem valakinek a menszesze, akkor is lehet. Ha valaki rendszeresen dörzsölgeti a szem környékét, ugye ettől a mechanikai hatástól is, lehet attól, ha megerőlteti valaki, vagy nagyon sok UV-fénynek, sőt, akár mondhatnám, hogy LED-fénynek való kitettség is, ha kiszárad esetleg ott a szem környéke, vagy rosszabbul táplálkozik, esetleg vitaminhiányoktól, dohányzástól. Aztán van egy ilyen betegség, ez az acanthosis nigricans, ami már a PCOS kapcsán azért bekerült a kozmetikusok látókörébe. Ugye amikor vastagabb lesz a bőrnek a megjelenése különböző területeken, jellemzően a honaljárókban, a nyakon, de akár láthatunk a kézfejen is, és ugyanez a jelenség megjelenhet akár a szem környékén is, ez az acanthosis nigricans. Aztán túlzott alkoholfogyasztás is okozhatja, rossz egészségi állapot,
akár egy TBC hepatitiszt is írnak egyébként szorvosi irodalmak, és vagy pedig a nem szteroid gyulladást csökkentő kemoterápiás gyógyszerek, illetve ez a bizonyos bimatoproszt, amit említettem, a szempilla növesztőbe, az is tud hiperpigmentált karikákat okozni. A karikás szem típusait is osztályozzák orvosi szemmel is. Pigmentált, amikor barna. Vaszkulárisnak hívják, amikor vagy rózsaszínes, vagy pedig ilyen lilás színű, ez lehet ödémával vagy ödéma nélkül. Strukturális, amikor alapvetően bőrszínű, de inkább csak a szerkezet miatt, ahogy esik rá a fény, amiatt tűnik csak inkább úgy, hogy karikás, tehát ugye a palpebrális zacskók, a ptózis, a zsírvesztés miatt. És vegyesnek mondják azt, amikor valamelyikből kettő össze adódik, vagy akár mind a három. Tehát vagy pigment vaszkuláris, vagy pigment szerkezeti, vagy vaszkuláris szerkezeti, vagy mind a három. Az alsó szemhéjnak, ugye ezt főként az alsó szemhéjön figyeljük egyébként, de a felső szemhéjra is igazak ezek a dolgok. Tehát az alsó szemhéjat egy picikét lehúzzuk, akkor az segíthet egy kicsit megkülönböztetni, hogy ott most tényleg pigmentációról van ez szó, vagy csak rossz árnyékolódásról. A valódi pigmentációnál ott megmarad az a szín. Vagy egy lilás szín fogunk határozottan látni, vagy pedig tényleg azt látjuk, hogy hiperpigmentált, tehát barnább a bőr. Az árnyékoló hatásoknál ott pedig javul, vagy teljesen meg is szűnik ez a szín, tehát eltűnik. A karikás szemnek a szövettanát, hogyha megnézzük, illetve hát meg is vizsgálták ezt egyébként, orvosok. A sötét karikájú alanyoknak a bőrében általában több volt a melanin, de ugye itt az arc bőrében is magasabb volt a melanin szint. És azt az érdekességet vették észre, hogy nem csak az epidermisben volt melanin, tehát nem csak a hámban, ahová ugye tanuljuk, hogy képzik a melanociták, hanem a felső dermisben, tehát a dermisznek a felső részében is találtak melanint, úgynevezett melanofág sejtekben. Ezek tulajdonképpen ilyen fagocitáló sejtek egyébként, ezek speciálisan melanint tartalmaznak. Tehát a hiperpigmentáció nem csak az epidermában, vagy az epidermisben, hanem a dermisben is megjelenik. És érdekes volt még az is, hogy a kis pihesszőrök, a szemhéjon vannak, azoknak a szőrtűszői körül is fokozottabb volt a pigmentáció. Tehát egyértelműen látszódott, hogy több pigmentet tartalmaz. Azoknak, akiknek karikás volt a szeme, kimutatható volt, hogy a bőr vastagságuk jelentősen kisebb. Itt látunk ugye egy nem karikás szemnél egy bőrvastagságot, itt meg karikás szemnél bőrvastagságot. Jellemző volt továbbá, hogy tágultabb, vastagabb erek voltak, sőt a kapillárisok száma is nagyobb volt azoknál, akiknek karikás volt a szeme. Tehát ezáltal ezen a bőrterületen ugye nagyobb a hemoglobinnak a mennyisége. Ez akár összefüggésbe hozható a szemgörnyéknek a gyulladásával is, vagy a gyulladás után kialakult hiperpigmentációval is. És érdekesség volt, hogy több irodalom is megemlítette, hogy hemosziderint nem találtak, tehát kifejezetten kerestek, mert hogy ugye van olyan tézis is, vagy hipotézis, miszerint kiáramlanak ezek a hemoglobin molekulák a szemkörnyékén a szemnek az ereiből, és azoknak a festő hatása, vagy színező hatása fogja eredményezni a szemkörnyéki bőrszínelváltozásokat. Javíthat a sötét karikákon egy pár dolog. Nézzük meg, hogy miket lehetne beletenni. De ne felejtsük el, hogy multifaktoriális, tehát hogy több tényező is befolyásolhatja ezeknek a kialakulását, és akár lehet barna is, és lila is, tehát hogy nem biztos, hogy egyféle megoldás lesz rá. Például javasolhatjuk a vendégnek a dohányzás kerülését, hosszabb alvási idők tartását. Aludjon esetleg extra párnákkal, hogy egy picit megemelje a fejét, és ne duzzadjon annyira a szemkörnyék, ne legyen olyan nagyon dús a vérellátása.
esetleg hideg borogatást, vagy ugye hideg fürdőt a szemeknek, ami minimalizálja egy kicsit ezeknek a kiemelkedő ereknek a megjelenését, illetve összehúzza egy picit ezeket az ereket. Akkor kozmetikai kamuflást tudunk nekik adni, akkor védje a napsugárzástól, akár speciális fényvédővel, vagy napszemüveggel is lehet védeni, ugye ezek már UV-szűrős napszemüvegek, ha egy picit jobban rátapar a szem környékére, akár még az is lehet egy jó fényvédő. Külsőleg, belsőleg lehet érfalerősítőket, ugye a C-vitamin az nem kifejezetten érfalerősítő, de mivel a kollagénrostok képződéséhez kell, az érfalban pedig vannak ilyenek, ezért a C-vitamint is meg szoktuk említeni, de a P-vitamin kifejezetten az áfonya, illetve azok a növények, még sorolhatnám, amikben magas az antocián tartalom. Aztán helyi kémiai szereket is nagyon-nagyon óvatosan és nagyon kis koncentrációba vigyázva esetleg lehet próbálni. A bőrpigmentációja egyébként rosszul reagál, tehát ezt az orvosi cikkekben is írták, hogy a szemhéjak érzékenyek és az erősebb termékek irritálhatják, tehát nem véletlen van az, hogy ugye a termékeket le kell tesztelni, hogy szemkörnyékre merjék-e adni vagy ajánlani. Hogyha ott egy gyulladás fog kialakulni a kezelés hatására, akkor számolni kell egy erősebb hiperpigmentációval, tehát lehet, hogy ha mi megpróbáltunk valami jót tenni, valami savas hámlasztást vagy ilyesmit, akkor pont, hogy a visszájára fordul a dolog, úgyhogy csak olyat, ami szemkörnyékre való. Egyébként a kémiai hámlasztás az a finom vonalakat, felületi pigmentációkat tudná ugye csökkenteni. Az orvosok csináltak ilyen kísérleteket, glikolsavval, tejsavval, triklórecetsavval a szem környékét, kojsavval, azelainsavval, arbutinnal. Ők azt mondták, hogy ezek működőképesek voltak, de volt, akinek begyulladt. Tehát, hogy még azért ő nekik sem működött teljesen tökéletesen. A tretionint, hidrokinonokat is csak orvos, de próbálták ide. Próbálták a lézeres vagy IPL-es kezeléseket, de nyilvánvaló, hogy itt ugye a szemet védeni kell, tehát hogy itt azért speciálisan kell eljárni. Tehát mi ezt nem fogjuk tudni megcsinálni a mi kis IPL készülékeinkkel. Pigment és érrendszer célozzák meg ezekkel a kezelőséggel, vagy kezelésekkel, illetve a könyvájuknak a deformitására tudták használni. Töltőanyagokat javasolnak, ugye akár hialuronsav injekció, vagy zsírtransplantáció, ez megint a könyvájuknak a deformitására. Ugye azt a szemhéjplasztikát, a zsírlerakódás bőrfeleslegre, karikákra, és karboxiterápiát is csináltak a finom ráncokra. Hát ilyen sok-sok mindent olvastam át, mire összeállt a kép itt a szem környékével kapcsolatban, és remélem, hogy élveztétek az előadást is. És hát sajnos a gyakorlati bemutatónk az most elmaradt, hogy hogyan lehetne ápolni ezt a szemkörnyéket, de hát még az is lehet, hogy meglátjátok ezt. Jó, köszönöm szépen a figyelmeteket!